Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Klímavész helyzet? Csökkentenék a forgalmat és ezzel a káros anyagkibocsátás Szexárdon. Cipős doboz akció, a Tolna megyei bíróságok alkalmazottai segítettek nehéz sorsú gyerekeknek. Hajléktalanoknak főztek, második éve jótékonykodnak így a Szexádi Szakképzési Centrum diákjai és oktatói. Ezüst vasárnap Dunaföldvár is ünnepi fényekbe öltözött. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Leszavazta a fideszes módosító javaslatokat Szexárd közgyűlése a rendkívüli testületi ülésen, vagyis lesz Szexárdon klímaalkalmazkodási terv. Az a cél, hogy csökkenjen a városban a forgalom és a káros anyagkibocsátás. A szociális tűzifa kérdésében egyöntetű döntést hozott a testület, kiválasztották azt a vállalkozót, aki beszerzi és leszállítja a tüzelőnek valót. Végrehajthatatlannak tartja a Fidesz-KDNP frakciója az Éljen Szexárd Egyesület által kidolgozott klímaalkalmazkodási tervet, és hiányolja a terv részleteit. Vagyis, hogy pontosan mit is kíván tenni a többségi frakció a környezetvédelem érdekében a megyeszékhelyen. Ezért a legutóbbi ülésen megszavazott határozatot módosítani szerette volna Ács Rezső, Szexárd polgármestere, de ezt leszavazta a testület. Itt kellingenek szóbeszédek a városban arról, hogy milyen zónák lesznek, milyen autók lesznek honnan kitiltva, hát én azt gondolom, hogy nem szerencsés csak úgy bele kiabálni az éterbe egy vészhelyzetet, egyfajta pánikot kelteni tulajdonképpen, aminek nincsen egyrészt alapja, hiszen Szexárdnak a levegő tisztaságával soha nem volt gond. Faragó Zsolt, az Éljen Szexárd Egyesület képviselője azt mondja, fontosnak tartják a környezetvédelmet, céljuk, hogy csökkenjen a városban a káros anyag kibocsátás. Vannak ilyen kitiltásokról is hírek, hogy a dízelautó ki lesz Budapesten megtörtént, tehát ott törvénykezési szabályozták ezt törvénnyel. Jelen esetben ezt maga a frakciónak, illetve a közgyűlésnek át kell gondolnia, egy közös megegyezést kell produkálnunk, ami alapján el lehet ezt az ütemezést kezdeni, tehát hogy folyamatában csökkentsük ezeket a káros dolgokat. A szociális tűzifa kérdésében egyetértés volt a testületben. Kiválasztották azt a vállalkozót, aki beszerzi és leszállítja a tüzelőnek valót. Az érintett családok várhatóan január végén kapják meg a tűzifát a döntések csúszása miatt. A jövőben várható, hogy előbb szerzik be a tűzifát és időben eljuttatják a rászoruló családoknak. Továbbá több tüzelőnek valót kívánnak adni a hátrányos helyzetű családoknak 2020-ban. Az Ács Rezső polgármesterrel és Faragó Zsolt önkormányzati képviselővel készült interjúkat teljes egészében megtekinthetik a Tolnatáj Televízió YouTube csatornáján. 11 baleset történt Tolna megye útjain a hétvégén, ezek közül 3 végződött sérüléssel. Az egyik baleset Döbrökközön történt szombat reggel, amikor egy autós a csúszós úton elveszítette uralmát a jármű felett és a szalagkorlátnak ütközött. Bonyhádon a Deák Ferenc utca és a 6-os út kereszteződésében ütközött össze 2 autó szintén szombaton. A lámpák sárgán villogtak, és az autós nem állt meg a stopptábla ellenére, úgy hajtott ki a főútra, ahol neki ütközött a szabályosan közlekedő autósnak. A vétlen sofőr az ütközést követően neki csapódott egy másik az út kereszteződésben álló járműnek. A balesetben egy ember könnyebben sérült. A 3. baleset Szexárdon történt, itt a zebrán ütöttek el egy férfit, aki a piroson szaladt át. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, a legtöbb baleset megelőzhető lett volna. A hétvégi baleseteknél igen elmondható, hogy az út és látási viszonyok voltak azok, amik befolyásolhatták a balesetet, de ugye az út és látási viszonyok ellenére a járművezetőknek mindig úgy kell közlekedniük, hogy ezeket figyelembe véve, ezeknek a betartásával és a figyelembevételével közlekedjenek az utakon. Tehát annak ellenére, hogy az utak nedvesek, csúszósak és a látási viszonyok nem éppen tökéletesek voltak, a járművezetők figyelmetlensége, illetve a gyalogos figyelmetlensége okozhatta azt, hogy a balesetek bekövetkeztek. Karácsonyi ajándékcsomagokat gyűjtöttek a Tolna megyében működő bíróságok bírái és alkalmazottai a Hőgyészi Gyermekotthon lakóinak. Végül olyan sok felajánlás jött össze, hogy a csomagokból jut majd a megye többi hasonló intézményébe is. Tudod vinni? Persze. Még egyet? Aha, jöhet. Még egy.
Hosszú ideig tartott kipakolni az ajándékcsomagokat, amiket a szekszárdi törvényszék elnökének kezdeményezésére a Tolna megyében működő bíróságok bírái és alkalmazottai gyűjtöttek a hőgyészi gyermekotthon lakóinak. Mivel lány otthonról volt szó, ezért leginkább dekorkozmetikumokat, édességeket és gyermekkönyveket, mesekönyveket, játékokat készítettünk a dobozokba. A hőgyészi otthonban most 32 fiatal lány lakik, ők mindannyian nehéz körülmények között élő családokból származnak. Az ajándék cipős dobozok közül sok viszont fiúknak készült, és sokkal több, mint ahány fiatal hőgyészen lakik, ezért a felajánlásokból jut majd a Faddi, a Tamási, a Kapospulai és az Iregszemcsei otthonokban élő gyerekeknek is. 120-140 ilyen díszesen csomagolt ajándékdoboz készült el. Nagyon örülünk neki, nagyon büszkék vagyunk a dolgozóinkra, és remélem, hogy örömet tudunk szerezni karácsony alkalmával az otthon lakóinak. A hőgyészi gyermekotthon és a szekszárdi törvényszék között régóta jó a kapcsolat. A törvényszék bírói ugyanis rendszeresen segítik például a jogaikról szóló előadásokkal az itt lakó gyerekeket. Ennek is köszönhető, hogy a fiatalok között van, aki kifejezetten ennek köszönhetően kezdett jogi képzésre járni. Ebből is adódik, hogy az egyik fiatal felnőttünk jelenleg jogi asszisztens képzésen Pécsen tanul, és ő kiskorától bíró akart lenni, úgyhogy mindig figyelmeztetjük el, hogy ezt ne felejts el. A hőgyészi gyermekotthon lakói szerdán kapják meg a bírósági alkalmazottaktól kapott karácsonyi ajándékjaikat. Hajléktalanoknak sütöttek és főztek a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképző iskolájának diákjai és oktatói. A jótékonysági akciót kitaláló cukrászmester azt mondja, a közös sütés-főzés során a diákok nem csak a szakmájukat gyakorolják, hanem szociálisan érzékenyebbé is válnak. Előbb a hatalmas fazék gulyásleves érkezett meg a hajléktalan szálló konyhájára, majd a buktát, a mézes kalácsot és a szaloncukrot is behordták a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképzőiskolájának oktatói az épületbe. Az ételek különlegessége az volt, hogy azokat a Szekszárdi iskola cukrász és szakács pedagógusai és diákjai tanórán készítették el a szálló ügyfeleinek. 50 adag gulyáslevest főztünk, 50 adag túrósbatyút, készítettünk hozzá mézes kalács figurát és szaloncukrokat is adtunk ajándékba. A jótékonysági akciót kitaláló cukrászmester szakoktató azt mondja, azzal, hogy a diákok hajléktalanoknak sütnek és főznek, nem csak a majdani szakmájukat gyakorolják, hanem érzékenyebbé is válnak. Amikor beszélgetünk arról, hogy vajon ők mit gondolnának akkor, ha hasonló helyzetbe kerülnének, akkor megérzik és rájönnek arra, hogy bizony előfordul, hogy ezek az emberek, akiket itt segítünk, ők talán az elmúlt fél évben nem ettek összesen ilyen ételt, vagy nem jutottak hozzá édességhez, és ekkor már nagyon komolyan és nagyon nagy szeretettel segítenek és készítik együtt, akár velünk a cukrász szakoktatókkal, vagy akár a szakács szakoktatókkal együtt. A Szekszárdi Szakképzési Centrum pedagógusai és diákjai nem most először sütöttek és főztek hajléktalanoknak. Tavaly karácsony előtt ugyanígy tettek. Tavalyhoz hasonlóan idén is szerveznek jótékonysági ételosztást a Szent György Lovagrend szekszárdi lovagjai. A helyi Garai János téren december 27-én várnak minden rászorulót egy tányér gulyáslevessel és forró teával. A lovagok idén több mint 250 adag meleg ételt főznek meg így rászorulóknak karácsony előtt. Évről évre megszervezik Tolnán az adventi ablaknyitogató rendezvénysorozatot. Az adventi időszak harmadik hetében a gyerekekre fókuszáló eseményen volt kézműves foglalkozás, mézecskalács díszítés, népi játszóház, majd megjelent a Mikulás is, aki minden gyereket szaloncukorral ajándékozott meg. Ezt nézzük, milyen szép csillogó, azt még rakjuk oda, jó? Unokájával együtt készítette ez a nagymama a karácsonyfa díszeket a Tolnai Magházban megszervezett adventi ablaknyitogató rendezvényen. A gyerekeknek a fantáziájára volt bízva, hogy milyen kompozícióba, milyen színeket választottak, mondta az óvónőként dolgozó nagyszülő. Az unokámnak készítjük végül is az unokámmal együtt, és oda kerül a karácsonyfa alá, mert ezek is ilyen kis apró ajándékok igazából, és a gyerekek ennek örülnek, amit ők készítenek. Az adventi időszak harmadik hetében a gyerekekre fókuszáló eseményt szerveztek a Tolnai Magházban. Volt adventi kézműves foglalkozás, mézeskalás díszítés, népi játékpark. Az adventi vásáron apró tárgyak megvételével többek között a helyi református közösség nőszövetségének a működését lehetett segíteni. A becsületkassza tartalmát jótékony célokra használják fel. Legnagyobb részt saját kezűleg készítjük az ajándékokat, de a nőszövetség tagjai is sok mindent felajánlanak, és a befolyt összeget a gyerekek megajándékozására fordítjuk.
Egy nem várt pillanatban a gyerekek nagy örömére megjelent a Mikulás is, akinek a zsákja hamar kiürült. Dunaföldváron a régi új helyszínre a várba költözött az adventi udvar idén, mely ünnepi fényekbe öltözött és megtelik élettel vasárnapról vasárnapra. A vásározók kínálják portékáikat, forralt bor, tea, zsíros kenyér várja a közösen ünneplőket. A harmadik gyertyán is kigyúltak a fények a dunaföldvári várban felállított adventi koszorún, miközben Molnár Iván evangélikus lelkész áldást mondott. Az ünnepi díszbe fénybe öltözött várudvart hamar megkedvelték a helyiek. Sokan látogatják advent idején. 7 év után költözött a béketéri városközpontból vissza a várudvarba a rendezvény. Tavaly évben átépítésre került, megváltozott egy kicsit a béketérnek a hangulata is. Ugye új növényzet is került meg minden, egy évet így lepróbáltunk, nem ment. Tehát láttuk, hogy ugye nem tudunk úgy vigyázni az ott kialakított környezetünkre, letapostuk az ott lévő virágokat. Kézműves játszóház, karácsonyi vásár, forró tea, forralt bor, zsíros kenyér várja advent idején a kilátogatókat. Maga a helyszín az nekem nagyon tetszik, főleg, hogy az időjárás is kedvez, maga a várba való feljövetel is nagyon hangulatos, akkor maga ott fönn a jászolnál is a fények. A színpadon kulturális programok hangolják az ünnepekre a lakosságot. Megszakadt a Paks 6-os győzelmi sorozat a hétvégén a Szolnok ellen a férfi kosárlabda NB1-ben. Az első félidőben összeszedett 20 pontos hátrányt már nem sikerült ledolgozniuk Branislav Dzunic tanítványainak. Egy fél tucat győzelemből álló sikersorozat előbb-utóbb megszakad. Ez történt még szombaton az eddig menetelő és a második helyre magát feltornászó atomerőmű esélyvel a férfi kosárlabda NB1-ben hazai környezetben a Szolnok ellen. A pirosmezesek rácáfolva eddigi rapszódikus szereplésükre, igazolva játékos keretük erősségét, az első félidőben a védekezés agresszivitásában, ez volt a legfontosabb, a lepattanózásban, a középtávoli dobásokban mindenképpen az ASE fölé nőttek, aminek a jutalma 22 pontos előnyben kamatozódott a tiszapartiak számára. Az ASE ekkor még igencsak kereste önmagát. Nagyon rosszul kezdtünk, az tényleg az első fél időben semmi nem sikerült, meg azt gondolom, hogy nem megfelelő energiával játszottunk, nem egyszerűen nem voltunk jó. A második fél időben teljesen más volt a játéknak a képe, és erre a második fél időben próbálunk a jövőben építeni. Szünet után már a régi Paks jött ki, védekezés váltással, a szuperirányító Smith részbeni hatástalanításával szép lassan, de biztosan jött fel a paksi csapat. Uralta a palánk alatti területet is mindkét oldalon, miután az utolsó percekre már csak 4 pont volt a különbség. Az idegek harcában a jobb koncentráció döntött a Szolnok javára, amely egy helyére tett Smith triplával, illetve Jones duplával, majd okosan kiharcolt büntetőkkel bebiztosította összességében megérdemelt győzelmét. ASE Szolnok 74-85. Regionális híreink következnek. Újabb zöld beruházás a Lafarge-nál, kevesebb széndioxidot bocsáthat ki a cementgyár. Tisztújító közgyűlés, Lombár Gábort választották a Balatoni Szövetség elnökévé. Mexikói vendég a pécsi Kodály gimnáziumban, a spanyol tagozatosok szerveztek programokat. Csaknem 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi célú beruházást adott át a Lafarge Cement Magyarország Kft. A Királyegyházi cementgyárban. Az ünnepségen köszöntőt mondott Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésügyért és infrastruktúrális környezetért felelős államtitkára, és Marcel Kobuz, a Lafarge Holcim cégcsoport európai régióért felelős igazgatója. A 2017-ben aranyfokozatú nívódíjat nyert Lafarge cementgyár idei évének különlegessége, hogy egy csaknem 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházás keretében megépült az egyedülálló, csúszósalus technológiával készült 1000 tonnás siló. Boros Anita fenntarthatóságért felelős államtitkár az eseményen hangsúlyozta. Az egyik legfontosabb kormányzati feladat az áttérés a körforgásos gazdaságra, a Lafarge fejlesztése pedig jól illeszkedik ebbe a folyamatba.
folyamatba. Mert nemzetgazdasági érdek az, hogy egyfelől a Magyarországon keletkezett hulladék minőségében is javuljon. Tehát a mi feladatunk az, hogy megfelelőképpen legyen gyűjtve a magyarországi hulladék. Ha megfelelőképpen gyűjtöttük, az megfelelőképpen legyen szétválogatva, megfelelő technológiával újrahasználjuk, újrahasznosítsuk, és azt gondoljuk, hogy ebből lényeges újrahasznosítási potenciál és lényeges energetikai hasznosítás várható. Mint azt Marcel Kobuz, a Lafarge Holcim cégcsoport európai régióért felelős igazgatója az ünnepélyes átadón tartott beszédében kiemelte, a beruházással jelentősen csökken a cementgyár fajlagos széndioxid kibocsátása, ezzel pedig biztosítható a létesítmény hosszú távú, környezettudatos és versenyképes működése. Egy olyan európai programot indítottunk el, mely során 160 millió svájci frank értékben valósítunk meg olyan megoldásokat, hogy csökkentjük a gyárak fajlagos CO2 kibocsátását. Az ünnepség után a résztvevők megtekintették a jelenlegi fejlesztés részeként elkészült silót, valamint a 2014-es másodlagos tüzelőanyag beruházás elemeit. Az ünnepélyes szalag átvágásra az újonnan épült bypass siló előtt került sor. Tisztújító közgyűlés tartott a Balatoni Szövetség, a tómenti önkormányzatokat tömörítő szervezet elnöki székében Lombár Gábor balatonfenyves polgármestere váltotta Balassa Balást. A közgyűlésen a szúnyoggyérítés mellett szó esett a Balaton algásodásáról. Aki egyetért azzal, hogy a következő 5 évben a térség egyik legpatinásabb, hanem a legpatinásabb szervezetének vezetője Lombár Gábor jelöljük, és aki el tudja fogadni, azt kérem, most szavazzon. Egyhangú döntéssel választották meg a szövetség elnökének balatonfenyves polgármesterét. A Balatoni Szövetség ciklusonként más-más megyéből választ vezetőt, most Somogy megyén volt a sor. Lombár Gábor 28 éve polgármester Balatonfenyvesen, és 25 éve elnökségi tagja a BSZ-nek. Az újdonsült elnök elmondta, a Balatonért végzett munkájával szeretné megköszönni a bizalmat. A turisztikája, az ökológiája, a gazdasága nagyon-nagyon fontos a Balatonnak, és ezeket kell nekünk szem előtt tartva, azokat az érdekeket képviselni, amit az egyes települések jelenítenek meg. A közgyűlés társelnöknek választotta a korábbi elnököt, Balassa Balást. Szigliget polgármestere büszke az 5 éves ciklusára, kifejtette, óriási potenciál van a Balatoni Szövetségben, kiemelte, olyan problémákat is felvetettek, melyek túlmutatnak a térségen. Ilyen a vasárnapi zárvatartás, vagy balatoni halat az asztalra. Mondanánk, hogy ez csak balatoni probléma, de nem. Ugyanúgy a Tiszatónál, a Dunainál is vannak ezek a problémák, hogy természetes tóból, folyóból nem lehet halat egy vendéglátó asztalára tenni, tehát hogyha mi eljutunk egy olyan szintre, ami megoldás jelenthet, akkor ezt át tudják venni az ország más települései is. A Balatoni Szövetség másik társelnöke Nagy Bálint Keszthely polgármestere lett. A szövetség tagjai tájékoztatót hallgattak meg a Balaton algásodásáról. Elhangzott, hogy a szezon végén megjelent alga invázió jelenleg nincs, de nem is szeretnék a polgármesterek, hogy legyen. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak a témára. Már a jövő év elejé közgyűlésre is be kell hozni ezt a témát, és azokat az információkat, amik eddig nem voltak korábban, meg mondjuk a Balatoni Szövetségnek a birtokában, azokat a szakemberekkel leegyeztetve, a szakemberek kutatásai alapján, hogy a szükséges döntéseket meg tudjuk hozni, illetve a szükséges javaslatokat meg tudjuk a döntéshozók felé tenni, azokat össze tudjuk gyűjteni, és már a 2020-as főszezonra úgy tudjunk készülni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Balaton vízminőségére lehető leginkább odafigyeljünk. A közgyűlésen tájékoztató hangzott el a szúnyoggyérítésről. A következő év fontos változása, hogy az EU irányelvei miatt már nem végezhetnek légi úton kémiai gyérítést. A szakemberek gépjárművek segítségével fogják ritkítani a vérszívókat. A mexikói kultúrával ismerkedhettek meg a pécsi Kodály gimnázium tanulói, az iskolában évtizedes hagyomány a Kodály hét megrendezése, ennek keretein belül az intézmény tagozatai mutatkoznak be, a nyitónapon a spanyol tagozatosok szerveztek programokat. Különleges nappal vette kezdetét a Kodály hét a zeneszerző nevével fémjelzett gimnáziumban Pécsett. Az iskolában évtizedek óta hagyomány, hogy ebben a néhány napban a tagozatok bemutatókat tartanak.
Most a spanyol tagozat programjaival indult a hét, ahol a mexikói kultúrával ismerkedhettek meg a diákok. A Kodály Gimnázium igazgatója szerint a nyelvtanulás nagy mértékben hozzájárul a gyerekek személyiség fejlődéséhez. Nem csak az idegen nyelvet ismerik meg a diákok ezáltal, hanem saját magukat is. Nyitottabbá válnak a világra, az új kultúrára, és itt a spanyol nyelv most hozta a spanyol kultúra mellett a mexikói kultúra megismerését, úgyhogy ez a mai nap mexikói nap nevet viseli. A Frida Kahlót mintázó kiállítástól kezdve a pinyáta bemutatón át a guacamole kóstolóig színes programokon vehettek részt a tanulók. Az iskolába a mexikói nagykövetség kulturális attaséja is ellátogatott, aki országáról tartott bemutatót. Alejandro Omar Vázquez Martínez stábunknak elmondta, régóta tartó kapcsolatok fűzik össze Mexikót és Magyarországot. 1976 óta tart együttműködésünk Magyarországgal, nem csak kulturális, hanem kereskedelmi területeken is. Emellett a mexikói nagykövetség szoros kapcsolatot ápol a magyarországi kétanyelvű intézményekkel is. Ezt az is mutatja, hogy évente átadjuk a kiválósági díjat, azaz a mexikói érmet olyan középiskolás diákoknak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el a nyelvtanulás területén. A Kodály Hét keretein belül az iskola tagozatainak bemutatóján kívül különböző versenyeket is rendeznek. A programsorozat zárásaként december 17-én karácsonyi koncertet szerveznek az intézményben. Évekkel ezelőtt egy karácsonyi fénysorral kezdte, ma már 6000 LED világít a házán és a kertjében. Vannak egyedi készítésű világító tárgyai, fényfüzér alagútja, de még egy mézes kalács házikója is a tulajdonosnak. Gyermekei kedvéért bővítette ilyen méretűre a karácsonyt idéző díszítést, amit persze mindenki megcsodálhat az utcáról, ha Pécs hírden jár. Fényfüzérek rajzolják ki ennek a hirdiháznak a körvonalait a decemberi sötétben. Egészen vízkeresztig láthatják az erre járók az ünnepi kivilágítást, amit évek óta bővít, fejleszt a tulajdonos. Az udvaron füzér alagúton juthatunk be a mézes kalács házikóig. Azt gondolják sokan, hogy nagyon megdobja a villanyszámlát a sok izzó, de ez nem igaz, mondja Mátis Viktor. Hát körülbelül egy nagyobb teljesítményű vasaló. Tehát így értem a fogyasztást, tehát mint hogyha azt felejtettük volna bedugva, csak ez látványosabb. Igaz, hogy az is lehet látványos, mondjuk egy lakástűznél, csak ez színesebb. Számításai szerint 1500-1800 watt a fogyasztás. Vannak olyan elemek, amiket ő épített. Erre a mosolygó fenyőre a legbüszkébb. Ez 700 lett, hogyha az összes világít, most sajnos az alja az valami technikai okok miatt nem akar működni. Ez 700 LED-ből és körülbelül a 3 hónapos munkám van benne. Ezt teljesen megtervezni, egyesével a ledeket kifurkálni. De van ajándékdoboza a kémény tetején, ami szintén saját készítésű. Vagy ez az 500 LED-ből épített 3,5 méteres fenyő egyedi csillaggal a tetején. Viktor azt mondja, 4 éve egy füzérrel kezdte. Most több ezer LED világít a házán, udvarán. 6300-6400 LED világít. Mert hát mindig előfordulhat, hogy egy-egy-egy LED ki ég. Vezeték az kb. 200 méter hosszabbító, 65 füzér van földi, felrakva. Azt mondja, itt már megáll, nem rak ki újabb fényfüzért. Azért építette, hogy örömet szerezzen a kisfiának és a kislányának, de örül, ha tetszik a műve a járókelőknek is. Január 6-áig minden délután 4:45-től kapcsolja fel a fényeket, egészen késő estig Pécs hírden az Engő utcában. Végül mutatjuk újra, mire szólt a híradó. Klímavész helyzet? Csökkentenék a forgalmat és ezzel a károsanyag kibocsátást Szekszárdon. Cipős doboz akció? A Tolna megyei bíróságok alkalmazottai segítettek nehéz sorsú gyerekeknek. Hajléktalanoknak főztek, második éve jótékonykodnak így a Szekszárdi Szakképzési Centrum diákjai és oktatói. Ezüst vasárnap Dunaföldvár is ünnepi fényekbe öltözött. Kedden napos idő lesz, az évszakos átlagnál jóval magasabbra emelkedik a hőmérséklet, élénk olykor erősebb lökésekkel is kísért, délnyugati szél fúj majd, éjszaka mérséklődik a légmozgás. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!